Sziasztok, Bernátné Szabó Tímea vagyok, szabad időmben viseletkészítéssel szoktam foglalkozni, ezáltal nagyon sok anyag megmarad nekem így hosszan, kisebb darabokba, ebből mindenféle kisebb dolgokat szoktam készíteni, például pénztárcát, amit most meg is szeretnék nektek mutatni, hogy hogyan kell elkészíteni ilyen darabanyagokból. Láthatjátok, hogy a díszítése is ilyen maradék csipkékből készül. A pénztárca elkészítéséhez szükségünk van egy tollra, ami illanó filcnek hívják, mert kézzel fog készülni most minden, ezáltal mindent nagyon fontos bejelölni. A varrások mentén az nagyon nagy segítséget nyújt a készítés folyamán. Szükségünk van mágnes kapcsokra, ebből lehet kapni olyat, ami varható, lehet olyat kapni, ami föltűzhető. Én általában körkéssel dolgozom, könnyebb vele vágni, természetesen ólóval is ki lehet vágni az alkatrészeket. A körkést az szigorúan csak a hozzátartozó vágólapon és vonalzóval szabad használni, mert nagyon éles és belevág az asztalba is, illetve a hagyományos vonalzókba is. Úgyhogy csak akkor használjunk körkést, hogyha minden egyéb dolog is megvan hozzá. Én mindig előre megtervezem a munkadarabokat, ehhez milliméter papírt szoktam használni, meg is tudom nektek mutatni. Fölrajzolom az általam elképzelt, jelenleg most pénztárcát, fölrajzolom előre, berajzolom, hogy milyen zsebeket szeretnék rárakni, és be is méretezem. A milliméter papír azért jó, mert tudunk rá méretarány helyesen rajzolni. Ez nagyjából egy a kettes méretarányú, és akkor ez alapján én ki tudom számolni a teljes méretét. Ez nekem nagyon nagy segítséget nyújt, de persze lehet annélkül is gondolkodni, hogy miért szeretnénk csinálni, hogy milliméter papírra dolgoznánk. Akkor elkezdem megmutatni, hogy hogyan is néz ki ez belülről. Van benne egy kártya zseb, van benne egy cipzáros zseb, ahova az apró pénzt lehet rakni, van benne egy nagyobb zseb, ahova akár a telefon, akár a papírpénz belefér, és ugye a mágnes kapocssal kapcsolódik. Használok még a pénztárcákhoz úgynevezett ilyen ragasztós vetekszert. Ez azért fontos, mert egy kicsit keményíti az anyagot. Ezt általában úgy szabom ki, ahogy ezt pont méretre szabom, tehát nincs rajta varrás ráhagyás, mert akkor legalább megvezeti a tűt is, illetve nem annyira nehéz beleölteni. Meg szeretném nektek akkor elsősorban mutatni azt, hogy a kártya zsebet azt hogyan készítem el. Az én szabás mintám szerint puskáznom kell. 82,5 × 11,5-ös darabot kell kivágni. A végső mérete az 10-es lesz, 10 × 17-es lesz, és ugye beleszámolom a varrás ráhagyásokat, itt mintának egy kicsi bélés részt kifelé fordítok, az is bele van számolva, meg ugye itt is a fedlapba is benne van egy kis darab, azt is rászámolom. Ugye akkor a kiszabandó munkarészt vonalzó segítségével lemérem a 11 és feles méretet. Természetesen ezt is ólóval is ki lehet vágni, nem kötelező körkést használni hozzá, csak nekem egyszerűbb és könnyebb is. Utána a 82-es méretét szabom le,
Ugye a vonalzó az 60-as méretű, úgyhogy felesbe fogom mérni. És akkor itt van a 82 és félszer 11,5. A feles méretek azért alakulnak ki, mert 0,7 centit számolok rá varrás ráhagyásnak mind a két oldalára. Ez egy kényelmes méret a kézzel varráshoz is, illetve ha varrógéppel készülne, akkor a varrógép talpaknak pont megfelelő, pont tudja vezetni a szélén. A következő lépésben behajtogatom a kártya zsebeket, viszont ehhez mindenképpen szükség van az illanófilcre, mert párhuzamosak legyenek a kis szélek, ahhoz, hogy szép legyen, ahhoz be kell jelölni előre. Úgy szoktam meghatározni a méretét, hogy berakok egy kártyát a zsebbe, és megnézem, hogy mennyire lóg ki, hogy kényelmes legyen kihúzni, belerakni a kártyát, és ahhoz méretezem hozzá. Nekem így 4,5 centire jön ki egy ilyen mélyedés a zsebbe, ugye azt kétszer kell számolni, tehát 9, illetve az eleje az 5,5 centiméter. Tehát az első vonalat az 5,5 cm-nél húzom meg, a második vonalat 9-nél. És segítségképpen, mivel hogy itt másfél centi van két zseb között, én azt is beszoktam jelölni magamnak, azt a másfél centit. Miután bejelöltem, elkezdem a hajtogatást. Ugye az első vonalra ráélesztem, és megtűzöm gombos tűvel. Majd ráélesztem a második vonalra, és szintén megtűzöm gombos tűvel. Harmadik. Negyedik. És így tovább, ki nem alakult az összes zsebünk. Majd ennek a zsebnek kiszabom a hátlapját. A hátlap 18-szor 12 és feles lesz. Szintén a vonalzomat hívom segítségül, majd kivágom belőle a munkadarabot, és felvarom a hátlapjára. Így fog kinézni, miután felvartam rá a hátlapot. Ugye egy kicsit kijebb fordítottam. Annyit szoktam itt, miután föl van rá varva, hogy levágok a széléből egy kicsit, azért, hogy szebben lehessen hajtani, tehát leegyenesítem a szélét, mert a hajtogatástól egy kicsit cakkos, azt le kell egyenesíteni, és akkor lesz ilyen szép egyenes a széle. Tehát ez az első zsebnek a fedlapja, ez. A második zsebünk,
az gyakorlatilag a pénztárcának az előlapjából alakul ki, úgyhogy visszahajtom. Ehhez egy 41,5x18 anyagot kell használni az én szabás mintám szerint. Itt van is egy ekkora darabom. Be lehet rajta jelölni, hogy meddig fog visszahajolni ez a zseb. Ugye ez is a 10 cm-es részletekből áll össze, de nem tolom ki egészen a 10 cm-ig, körülbelül egy olyan 8 cm ez a rész. 9 cm a zsebnek ez a része. Azt bejelölöm, hogy meddig hajlik addig vissza. Ugye rászámolom a 9 cm-re, rászámolom a varrás ráhagyásomat is, megtűzöm. És én el is szoktam így körmölni, mert akkor megmarad a hajtásvonal. És hozzárakom a belső zsebe, a bélést, ami 18,5x19,5. Kiveszem a gombos tüket, miután lekörmöltem, mert így meg szépen megmarad a nyoma. És keresek egy cipzárat. A boltokban kapható cipzárakban mindegyikben van egy ilyen vég elzáró. Ez nekünk annyira nem jó, mert ahogy kézzel dolgozunk, ez nem se beleölteni nem tudunk, se visszafordítani nem tudjuk, ezért én ezt ki szoktam vágni, és a végére rá varrok egy kis anyagdarabot, és ezáltal könnyebben kezelhető lesz a cipzár. Mutatom is az elkészült részt ebből. Tehát így van a cipzárnak a két végén, föl van varva ez a kis anyagdarab, benne van a bélés és a külseje a munkadarabnak. Utána idáig eljutottunk, akkor szükségünk lesz egy kicsi darab anyagra, amit ide varrok azért, hogy a cipzárt azt le lehessen zárni. De így is látszik már, hogy gyakorlatilag kialakult a kis zsebecske benne. Ehhez elegendő nekem egy 18,5x nagyjából 5 centis anyagdarab. Összefogom a hátlappal. Ezeket is megtűzdelem. Amikor kézzel dolgozok, én igyekszem vékony, nagyon vékony tűt használni, mert könnyebb beleölteni a sok anyagba a vékony tűvel. De nyilván amilyent sikerül találni. Lehet nyugodtan a belső varrásokat nagy öltéssel varni mindegyik munkarésznél, mert úgyis kívülről díszítésképpen egy erősítő varrást rá szoktam tenni, ami szépíti is egy kicsit. Nyilván ott egy kicsit pontosabb öltéseket kell, hogy szép legyen. Illetve funkcionális hatása is van a külső varrásnak, az, hogy erősíti az egészet, hisz azért, amikor kibevesszük a pénzt, akkor igénybe van véve, úgyhogy így szükséges is.
mielőtt a külső varást elvégzem rajta, ugyanúgy elkörmölöm, ez nagyon, szintén nagyon sokat segít, hogy ott maradjon az anyag. Azért egy picit meg is szoktam tűzni, csak óvatosabban már, hogy fogjuk a tű, megszúrhatja a kezünket. Makacskodik a cérnám. És akkor most már hozzá lehet illeszteni a kártya zsebet. A keményítő anyagot azt ide kell fölvasalni, hogy keményítse. A kártya zsebhez szükséges még egy tizennyolc és feles és 14 centis darab, azért, hogy itt szintén zárt legyen. Ez így fog ide belekerülni. És akkor itt is kialakul egy zseb. Ezeket most szintén összevarrom. Mert már látszik, hogy ez egy kicsit nagy, nyugodtan le lehet belőle vágni, de ott is maradhat, nem probléma, nem okoz problémát. Én most levágok belőle egy másfél centit. Viszont most már muszáj bejelölni a varázs szélességet, mert nincs ott. Eddig nekem segített a varázs szélességemben a cipzárnak a mérete, az adta meg, hogy hol varrok. De most már, hogy tisztán az anyagra dolgozom, ezért meghúzom a vonalát. Egyébként nem muszáj, lehet grafitcelluzával is meghúzni, mert ez belül van. Tehát nincsen jelentősége, hogy elillan vagy nem, de én azért szoktam, mert hogyha véletlenül mégis kívül kell valamit jelölni, nehogy megfeledkezzek róla, ezáltal ott maradj, bár a grafit is mosás után kijön, de ne az legyen a pénztárcának a az első útja, hogy a mosógépbe megy, úgyhogy ezért javaslom, hogy illanófilcet használjatok. Ugyanúgy nyugodtan lehet nagy öltésekkel is akkor a kívül megtűzni. Egy idő után már a kezünk nagyon szépen rááll, és egyenletes öltéslépésekkel tudunk dolgozni. Eleinte kicsit nehézkesebb volt, mikor elkezdtem. Aztán egészen szépen. Természetesen, hogyha valakinek van varrógépe, nyugodtan mindent megvarhat varrógéppel. Megint makacskodik a cérnám. A végét mindig elerősítem egy kicsit, mielőtt levágom. Megvan a második zsebnek a belső része. Ráillesztem a
hátrazsebemet, és keresek ismételten egy 18,5x14-es darabot. Most ide kell illeszteni, de az előbb, mivel nagyobb volt ott a rés, itt is maradt egy kicsi nekünk, nem baj. Ilyenkor kimérem pontosan, hogy hol van ez a, ahol neki lennie kell. Bemérem, bejelölöm, és akkor oda fogom illeszteni, és ott fogom várni. Illetve le is lehet vágni. Talán az a legjobb, mert akkor nem zavar, vezeti a kezünket a anyagnak a széle. Itt egy kicsit beférceltem a kártya zsebet, hogy nem mozogjanak el a kis zsebecskéim, miközben dolgozom vele. Úgy illesztem egymáshoz, hogy a hátlap színén van, a kártya zsebnek mindkét oldala színe, de a pöttyös felét fordítom befelé, és ez lesz majd a fedlap, ő. Szintén a fonájával fölfele fordítom. Még megtűzés előtt még szintén bejelölöm ide is a varrás szélességemet, mert az segít. És azért, mivel itt nagyon sok anyag van együtt, muszáj megtűzni, ne mocorogjon. Közben összerakom. Ugyanúgy nagy öltésekkel lehet. Majd megint használjuk a díszítő öltést. Igen. Most már látszik azért, ahogy elkezdett kialakulni a tisztárcánknak a formája. Most ki kell fordítani, és össze kell varni, de előtte a kapcsoknak a helyét meg kell keresni, mert ugye azt jó úgy rátenni, hogy nem muszáj ne látszódjon. Itt az anyag alatt van, de még, hogy összefogjam a két anyagot és ne mozogjon, ezért ötletesen egy ilyen kis díszítést ráraktam. Nem feltétlenül muszáj, de lehet, hogyha van maradék, nyugodtan lehet használni. Kialakítom az ívét is, ugye így fog záródni. Szeretném, egy kicsit íves legyen, akkor itt megrajzolom az ívet rá. A illanóval lehet a színén is, de a fonáján rajzolom meg, az még jobb. Ezt lehet szabad kézzel is megrajzolni, meg lehet sablont használni. Valamikor sablont használok. Bemérek 5 centit. Sarkától, és onnan elkezdem így meghúzni az ívet. A
lehet körkéssel is, lehet ollóval is kivágni az ívet. Talán az ívet talán egy kicsit könnyebb ollóval, úgyhogy inkább ollót használok. Ja, összehajtottam a két anyagot, így ezért szimmetrikus lett. Akkor megnézem újra, úgyhogy ha színére fordítok mindent, akkor hova kell, hogy kerüljön a kapcsom. Rászámoljuk a varázsráhagyásunkat, az még itt fog jönni, tehát ennyivel kisebb lesz a fedlap, és akkor bejelölöm a hátlapon, úgyhogy annak is megkeresem a felét. Nagyjából ugye ez volt a vonal, amit azt mondtam, hogy szeretnék használni rá. A kicsi hátlapunk, ami tartozik a mágnes kapocshoz, az nagyon jól megadja a helyét, hogy hol kell majd kivágni. Ott jelölöm be. Majd bontókéssel kivágom. Ólót is lehet hozzá használni, bár azzal egy kicsit nehezebb. Majd a lyukakon átdugom a mágnes kapcsom egyik felét, ráteszem a hátlapot, ez egy ilyen merevítés is, ne szakadjon az anyag. Majd be kell hajlítani a füleit, ez kézzel kicsit nehéz, de segítségünkre van az asztal, amit behajtottam. Megvan a fülecskének, és akkor még egyszer megnézem, hogy hova is fog kerülni az elején. Bejelölöm a filcemmel. Kicsit rá lehet hagyni, hogyha megtömjük a pénztárcát, akkor is ne nyíljon ki. Én azt beleszámoltam, most nagyjából itt van ez a közép. A középvonalat kijelöltem az előbb a körmöléssel. Ugyanúgy bejelölöm a hátlapon levő lukak alapján. Kivágom. Ezért is jó, hogyha ragasztós vetex benne van, mert ezeknél a kapcsoknál az is mereviti egy kicsit az anyagot. Szépen bele lehet vasalni. Mert rajta vannak a kapcsok is. Megfordítom az egészet, és összevarom, csak meg kell nézni, mindenki jó helyen legyen varrás előtt, mondjuk ő is forduljon oda-vissza, tehát így kell kinéznie összefordítás előtt. És akkor itt így kell összevarni, itt hagyom nyitva, hogy ki tudjam utána fordítani a színére. Ismételtem, bejelölöm a varázsráhagyásomat. Ami nagy segítség. Az ívnél ott kézzel rajzolom be, vagy segítségül hívom azt a kartont, amiből kivágtam korábban. A
mintát, hogy azt is lehet. És akkor mondom, ez eddig fogom összevarni, mint két oldalt, és itt fogom kifordítani. Hogyha szabásnál ilyen kisebb, kilógó részek vannak, azt nyugodtan le lehet vágni, mert vezeti a kezünket azért az anyag széle, attól függetlenül, hogy be van rajzolva, és az könnyít. Elerősítem a végét, és akkor kifordítom. Látjátok, azért itt a szélei igencsak igénybe vannak véve a fordításnál. Sarkoknál egy kicsit segítünk a tollunkkal. És nyugodtan le lehet vasalni szépen. És akkor, na ezt már itt viszont ilyenkor sűrű varrással szoktam bevarni, de segítségül ezt is megtűzöm. Remélem ez a kicsi cérnom elég lesz hozzá, és nem kell befűzni még egyet. Ilyen oda-vissza öltésekkel varrom meg ezt a részt. És elerősítem a végét. Befordítom. Gyakorlatilag készen van, és akkor most lehet díszíteni, hogyha szeretnénk. Szintén maradékokból nyugodtan, nem kell rá nagy díszítés. Hát a díszítéshez ilyen maradék hímzett csipkéket használok, gépi csipkéket, de lehet bármit, lehet kézzel hímezni, bármilyen díszítést lehet használni. Ugye ezekben az a jó, hogy szét lehet szedni virágokra, hogy ezen is látszik, még ezen is látszik, így szétkaptam darabokra, és akkor ízlés szerint így föl lehet rakni kinek, hogy tetszik, mennyire szeretné sok díszítés, amivel ez az anyag azért magában is egy kis pöttyös, ezért egy kicsit finomabb díszítést használnék rá. Ilyenkor a virágokat ki kell vágni. Lehet külön a leveleket is kivágni, azt is szeretnénk rátenni. És az a jó ezekben a virágokban, hogy ezeken a kis pontjain, ahol ilyen hímzés közök vannak, ott finoman meg lehet fogni úgy a cérnával, hogy alig-alig látszik rajta a cérna. Én mindig a minta felől kezdem a cérnával, hogy ott legyen a csomó, ne a hátlapon. Ennek a díszítésnek funkciója is van azért, mert erősíti itt a kapocsnál az anyagunkat, és ezért kevésbé szakad ki. Természetesen a gépi varrások által azért jobb a helyzet, mint a kézzel vart dolgoknál, ott erősíti maga a gépi varrás. Ugye mondtam az előbb is, hogy ezeket a varrásokat is igazából elsősorban erősítés miatt teszem rá.
szintén elerősítem. És akkor esetleg lehet még rárakni a levelekből is. Tehát bármit teljesen föl lehet, kinek hogy tetszik, föl díszítheti. Remélem sikerült nektek megmutatnom, hogy hogyan tudjátok a maradék anyagokat felhasználni úgy, hogy hasznos holmi legyen belőle, és ne kelljen kidobni a szemétbe. Látjátok, hogy a csipkét is, az anyagdarabokat is, a ragasztóanyagot is föl lehet használni hozzá, bármit, kicsi cipzárt, maradék cipzárt is, tehát hogyha méteres cipzárt veszel és abból vágod, azt is föl tudod hozzá használni, mert kis darab kell bele. Úgyhogy sok sikert! Sziasztok!